A legfontosabb az, hogy egy zenész szeresse, amit csinál, és minden manír nélkül, önmagát adva, a benne megszületett mondani valót tudja képviselni. Így tartja mai vendégünk, aki szerint a színpadi karakter, vagyis az úgynevezett jelenségérzés épp olyan fontos, mint a zenei minőség. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Little GV-vil, polgári nevén Szűcs Gábor, bluesgitáros, énekes, zeneszerző, producer. 2013-ban a Memphisben megrendezett International Blues Challenge győztese, az amerikai blues zenei díj, a Blues Music Award jelöltje. All your talk is cheap. You always pay me for food. Pályáját dobosként kezdte, majd 17 évesen fordult érdeklődése a gitár felé. Olyan legendás zenészek voltak hatással rá, mint John Lee Hooker, Lightnin' Hopkins, B.B. King és Chuck Berry. 1996-ban alapította első zenekarát, majd 1998-ban tűnt fel a Spodio D formációban, akikkel évekig járta Európát. 2001-ben megalapította saját együttesét, a Pure Blues-t. 2004. szeptemberében a blues műfaj őshazájába, az Egyesült Államokba költözött. Első szóló felvételeit 2005-ben, Memphisben készítette, amit a későbbiekben több önálló lemez követett. 2013. januárjában megnyerte a Blues Világszervezet által évente megrendezésre kerülő International Blues Challenge versenyét, és a kategóriája legjobb gitárosa címet is megszerezte. A négynapos maratoni megmérettetésen 17 ország több mint 200 indulója közül bizonyult a legjobbnak. Ugyanebben az évben a blues műfajában legrangosabb elismerésnek számító Blues Music Award-ra jelölték az év akusztikus előadója kategóriában. Eddig 10 nemzetközileg elismert albumot adott ki, melyekkel fellépett az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában is. Sok szeretettel köszöntöm Little GV-vilt a stúdióban, aki úgy kommentálta az imént látottakat, hogy mennyi mindent csináltam, és még valószínűleg mennyi mindent fogsz. Most például legutoljára csináltál egy stúdióalbumot, ahogy ez el is hangzott, a 10. De nem fogsz többet. És ugye ennek a döntésnek a hátterében izgalmas, hogy mi lehet, ugyanis azért a blues zenészek arról ismertek, hogy 70-80 éves korukig is aktívak vagy még tovább, és hát azért csinálnak stúdiólemezeket. Mi áll ennek a döntésnek a hátterében, és mi köze ennek a koncertezéshez? Mert azzal viszont nem hagysz fel. Én nem tartozom azok közé, akik 70-80 éves korukig lemezeket szeretnének kiadni. 15 évvel ezelőtt készítettem az elsőt, azóta ugye megjelent ez a 10. kiadvány, és én úgy érzem, hogy ezzel szépen keretbe lehet foglalni egy pályát? Igen, mert tradicionális blues-zal kezdtem Magyarországon, aztán a második lemez már az Egyesült Államokban jelent meg, a harmadik is, a negyedik az már egy ilyen kollaboráció volt. És így tovább, és akkor legyen a vége itt Magyarországon? Annyi kaland, meg mit tudom én, felle sztorik voltak az évek alatt, hogy ezzel az albummal visszatértem tulajdonképpen így az elejére, akarva akaratlanul így történt, és én úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép keret. Ez egy szimpla művészi elhatározás, és nekem ez így belülről jó érzés, ez így jó. De van ennek valami köze ahhoz, hogy a blues azért tényleg az egyik olyan műfaj, ami leginkább a színpadi léthez köthető olyan értelemben, hogy leginkább egy élő koncerten élhető át a zenésznek is, és a közönségnek is? Nagyjából azt mondjuk, hogy igen, és azért, hogy most elkezdhetnénk beszélni ugye a bluesnak az üzleti részéről, ami már azért korán sem annyira virágzó, mint volt. És azért úgy 46 évesen az ember ugye elgondolkozik, hogy oké, most minek van értelme, minek lesz. Én azért gondoltam azt, hogy történjen bármi is, innentől kezdve ez egy szép lezárás, és hogyha ne adj Isten, úgy döntök valamikor, hogy nem folytatom ezt főállásban, akkor is így emelt fővel hagyom el a terepet. Az albumnak beszédes címe van, If I May, ha szabad, egy gondolatot,
Azért kérdezem ugye egy gondolatot, mert hogy elég érdekes témákról szólnak ezek a számok, tehát a kémballontól kezdve nagyon sok mindent érintesz. Mi foglalkoztatott leginkább? Én mindig is egy nagyon érdeklődő, kíváncsi, napra kész, nyitott gondolkodású jó arc voltam, és én meggyőződésem, hogy a blues műfajának régen is, most is az lenne a feladata, hogy reflektáljon a körülöttünk történő dolgokra. Tehát ahogy egykor a gyapotszedők keserveire reflektált, úgy most kortárs problémákra reflektáljon? A gyapotszedőt inkább úgy mondanám, hogy a földeken dolgozó emberek, igen. Tehát kereskedelmi okokból kifolyólag ugye ez a fajta mondani való elment ilyen kicsit sablonos területre, de a blueszenészeknek régen is az volt a feladata, ugyanúgy, mint a költőknek, hogy megírják a történéseket. Én ezt előszeretettel folytatom, hogyha így közép-európaiként lehet ilyet mondani. Úgyhogy ez a mostani lemez azért If I May című, mert rengeteg ilyen kortárs, kvázi társadalom, szociológiai témákról szól, tehát az említetted a kém léggömböd, de az oktatás helyzete, az internet, ez a fajta politikai, társadalmi, vagy törzsi viszályok, stb., amik folynak a világban. Mindez, ezek a témák úgy megírva, hogy azért hallgatható, sőt élvezhető legyen. Tehát nem kell ilyen érfelvágós lemezre gondolni, hanem abszolút egy könnyen hallgatható blues muzsika, csak közben néhol szarkasztikusan, ironikusan, viccesen elmondom a magam véleményét. Hogyha visszatérünk a kezdő gondolathoz, amivel indítottam ezt a műsort, és ami arról szólt, hogy egy zenésznek elsősorban szeretnie kell azt, amit csinál, és manír nélkül önazonosan átadni azt, amit szeret, akkor hát ez persze, hogy adott, hogy te azt csinálod, amit szeretsz. De az mikor jött el, hogy teljesen önazonosan és manír nélkül tudtad ezt már csinálni, vagy ez is mindig adott volt, és tulajdonképpen mindig megvolt ez a szabadságod? Nem volt adott az első 10 évben. Az első 10 év úgy telt el, 96-ban kezdtem el koncertezni, hogy mindig úgy válogattam össze a műsort, feldolgozások, tehát blues feldolgozásokból. Nyilván a közönség szempontjából próbáltam gondolkodni, hogy majd röviden jó legyen a buli. Igen ám, de ez azt eredményezte, hogy 9-10 év elteltével baromira belefáradtam az egészbe. Ugyanakkor még nem alakult ki a stílusom, tehát egy saját szerzeményt sem írtam, úgyhogy amikor én 2004-ben mentem ki az Egyesült Államokba, de 2005-ben költöztem Memphisben, és én ott kezdtem el saját dalokat írni, nekem az volt az első ilyen saját dal élmény zeneileg is, szövegileg is, és akkor elindultam egy ilyen tipikusan ilyen déli államok, southern blues irányba, és rendkívül örülök neki. Nagyon sok blues zenész van, aki egész életében játssza ezt a muzsikát, de nem írnak saját darabokat. Ehhez kapcsolódik picit az is, ami szintén a kezdő gondolatban szerepelt, hogy a jó zenészt teszi egyrészt a minőségi zene természetesen, de másrészt kell, hogy meglegyen vele kapcsolatban egy jelenségérzésünk. Igen. Na de hát akkor, ha ez ilyen egyszerű volna, mármint a recept, akkor itt számtalan sztár rohangálna világszerte, még annál is több, mint amennyi most van. Szóval ez az önazonosság kell pluszban ehhez a bizonyos dologhoz, ehhez a bizonyos recepthez? Ezen én soha nem gondolkodtam, csak csináltam, amit szeretek csinálni. Ez a jelenségérzés fogalmazás, ez inkább egy ilyen mostani kortárs dolog, uh-huh. amit én észreveszek, hogy a fiatalabb közönség hogyan reflektál a zenészekre vagy művészekre. Tehát egyre extrémebb dolgokat képviselnek a maguk az előadók, tehát nem elég csak úgy kiállni. Nem is magamról beszélek, hanem tényleg a mostani, mit tudom, a 20-as generációról, vagy a fiatalabbakról, hogy látom, hogy mire vevők. Tehát hiába van egy jó muzsika, meg egy jó zenész,
az, amit az a zenész képvisel, az sokkal extrémebben kell, hogy megjelenjen a szemük előtt. Kvázi majd, hogy nem helyettük kell, hogy kimondjon valamit, kimondatlanul is az előadó. Ezért mondtam ezt a jelenségérzést. Nálunk ugye korábban eleve nem volt internet, megjelent egy hanganyag, lehet, hogy sokáig nem is látunk még egy képet sem az előadóról, csak a zene önmagáért beszélt meg a szöveg. Azért ez változott nagyon sokat. Ha már itt tartunk, akkor azért ejtsünk szót arról, hogy tulajdonképpen ki indított el ezen a pályán, mert olyan módon a testvéred, hogy tőle kaptad ezt a bizonyos lemezt, de az előadót úgy hívják, hogy John Lee Hooker. Igen. Aki annyira megmozdított, hogy a rock irányból dobosként elmozdulja blues zene felé. Mit találtál meg benne? És ez megint csak kapcsolódik az előzőekhez, amiket itt felsoroltunk az imént. Igen, ezt azóta is keresem, azt vettem észre magamon, hogy mindig az a kérdés merül fel bennem, hogy érhet el egy művész akkora hatást valakiben, hogy anélkül, hogy a hallgató értené, hogy miről énekel az az úriember, mégis megváltoztat egy életet az a musika. És én azóta is a bluesnak azt a mélységét keresem, amit akkor meghallottam John Lee Hooker muzsikájában, ami egy megmagyarázhatatlan valami. Várjál, akkor tulajdonképpen te azt szeretnéd csinálni, megváltoztatni mondjuk mások életét a zene által, amit veled tett a blues? Mert hogy megváltoztatta az életedet. Mondom, ez egy olyan megfoghatatlan kérdés, hogy Johnny Hooker, hogy mindenki értse, Johnny Hooker nem volt egy hatalmas nagy énekes, nem volt egy baromira technikás gitáros, egy mormogott, dünnyögött a mély hangjával, mégis, sőt, még a szövegei is néha csak pár szó volt, mégis olyan elementális erővel tudta előadni, amit előadott, hogy az akkora hatást ért el bennem, és minden sok százezer millió emberben, úgyhogy ez lenne, az én véleményem szerint, ez lenne a blues lényege, ezt keresgélném én. Hát erről még beszéljünk, de most következik valaki, akit jól ismersz. Én azt vallom, hogy a blues és a rock az egyik legőszintébb, legtisztább, sallangmentes zenei forma, és egyetemes folklór. Így fogalmazott a most következő magyar bluesgitáros legenda, aki vendégünk pályakezdésekor baráti kapcsolatuk mellett mentorként is segítette. Az egykori Palermo Boogie Gang és a Muddy Shoes zenekarok Emerton Díjas gitárosa Fekete Jenő következik. Én először csak ugye a közösség soraiban tűnt fölő egyre többször. Emlékszem, volt az a legendás hely, a Tilos az Á, ami kvázi pont így a rendszerváltozás után, vagy közben nyitott meg, így 90-re, és ő már olyan 93-ban ott megjelent, ha jól emlékszem, az 30 éve volt. Így a zene által így összejöttünk, és aztán játszottunk többször, elhívtam, volt egy ilyen Money Waters projektem, amiben ő sokat tanult elmondásai szerint. Aztán tanígattam a különböző gitárfogásokra, mert ő nem nagyon vágta ezt, hogy újrendileg hogy lehet ezeket eljátszani, de nagyon érdekelte, és akkor ő szinte minden héten meglátogatott, és vette a újabb és újabb blues leckéket tőlem. Úgyhogy szorgalmas volt, kitartó. Szerintem ő magában elég egyedi, amit csinált. A blues nyelvezete az egy nemzetközi dolog, hát lásd a példáját, hogy ő kiment Amerikába, és hát az ottani népzenét játsza gyakorlatilag, ez most pont olyan, mint hogy ide jön egy amerikai, és itt játszana az erdélyi népzenét, tehát magyarul elég vicces lenne, bár hallottam ilyen hasonlókat, próbálkoznak. Az vitt ki Amerikában, hogy ott mondjuk úgy, hogy eredetiben szeretted volna átélni, hogy miről is szól a blues, hogy még autentikusabban tud eljátszani? Persze, szerettem volna megérteni az egésznek a lényegét, mert rájött, nem voltam megelégedve először is a saját stílusommal, 10 év után sem. És most sem vagy?
Nem. Én örök elégedett vagyok. Jó úton járok, de hát ez még messze van attól, ami ennek lennie kéne. De ugye arra jött rá az ember, hogy a kultúra megismerése hiányzik a muzsikájából. Annak, tehát üresnek találtam azt, amit én csinálok, úgyhogy szerettem volna első kézből megismerni, tudod, a kultúrát, ami emögött létezik, hát nekünk fogalmunk sem volt, tehát akkor még ugye nem járkáltak itt a külföldi előadók, úgyhogy az, hogy most kazettáról, lemezről, videókról megtanulunk dallamokat, meg figurákat, akkordokat, ennek tulajdonképpen majdhogy nem semmi köze az egésznek. Tehát az érzelmi töltése a blueszenének a kultúrából ered, és ezért mentem ki, hogy ezt megtanuljam, és ezáltal reménykedtem, hogy fejlődök majd. Ennek az érzelmi töltésnek a kapcsán mondtad valahol azt, hogy az egyik legfontosabb mondat, amit kaptál arra vonatkozólag, hogy mit jelent a blues, az az volt, hogy overcoming. Tehát hogy túljutni a dolgokon. Ezt miért érzed ennyire fontos gondolatnak? Ezt nagyon nehéz lenne egy-két mondatban megfogalmazni, de tényleg ez ennyi év után, hogy miken ment keresztül az a társadalom, az a kultúra, mármint az emberek. Én érzek, én személy szerint érzek párhuzamot a magyar sors és az ő sorsuk között, és tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, mert beszélgettünk erről rengeteget blues előadókkal, azért mégis ugye a korábbi elnyomás itt Magyarországon, stb. Szóval rengetegen éreztek valami szinten rokon szenvet ugye ezekkel az emberekkel, legalábbis értették, hogy mi újság van, és ez annyira jellemző. Ezt érezted a muzsikájukban, hogy először is saját maguk szórakoztatására kezdtek el játszani. Tehát az, hogy ők elkezdtek énekelni, nem azért kezdtek el énekelni, hogy eladjanak 1 millió lemezt, hanem ők csak jól szerették volna magukat érezni egy nap vagy egy alkalom a héten, miközben reggeltől estig, látástól vakolásig dolgoztak. És ugye ez azért hosszú-hosszú idők, évtizedek, évszázadok mennek el közben, és ugye minél jobban megismered első kézből emberek történeteit, családok történeteit, és ugye az én feleségem is, a ex-feleségem afroamerikai volt, szóval egy idő után ez baromira átjárja a testedet, lelkedet, hogy akkor és másképp kezdesz el énekelni. Azt is lehet tudni, hogy neked az is fontos volt, hogy megtapasztald életszinten is, tehát a való életszintjén is mindezt, ezért is történhetett meg az többek között, hogy mosogatóként dolgoztál, hogy olyan körülmények között laktál, ahogy az ott élő szegényebb rétegek laknak. Ebből mit tudtál megtanulni? Mondjuk nem szándékosan mentem mosogatni, hogy annyira blúzos legyen, tehát az nem volt más. Nyilván lehetőség. Ez egy kényszerhelyzet is volt, persze, de hogy közben azt mondtad, hogy ez is rengeteget tanulsz emberileg. Eleve úgy kell elképzelni, hogy én mielőtt kimentem, 2004-ről beszélünk, ugye ismét, akkor én már itthon koncerteztem, már fesztiválokon léptem fel, zenészként éltem, és akkor... Tehát egy meglévő egzisztenciát és valamilyen van, szintű és sikerességet rossz, adták fel a semmiért. Így van, volt is koncert, tehát oké, nehéz volt a helyzet, de voltak koncertek, és akkor felszállsz vasárnap a gépre, és mit tudom én, másnap egy hotelben mosogatsz. És emlékszem, hogy egyből az első napom dupla műszak volt, és mentem vissza az apartmanba, álltam a zuhanyat, és így, mit csinálsz? És akkor rá kellett jönni, így el kellett hesegetni ezt az egész negatív dolgot, hogy tudom, hogy miért vagyok itt, első nap, gyerünk, kész, nincs visszaút. És ez rettenetesen sokat változik ez az út alatt az ember, mentálisan, érzelmileg, mindenféle szempontból. De mit tanultál meg belőle? Tehát mi az, amire megtanított, mert ezt a kifejezést használod te is? Akkor, abban az időben a legfontosabb volt, hogy túl sokat gondoltam magamról, mint zenész is,
nagy volt az arcom, röviden ezt szoktuk mondani, és kimész oda, dolgozol ugye mindennapi, hétköznapi emberekkel, és akkor először is rájössz, hogy baromira semmi különbség nincsen, nem vagy több, mint ők, vagy mit tudom, azért, mert te most gitározol. Senkit nem érdekel. És amikor senkit nem érdekel, ez egy nagyon nagy iskola. És szerintem. Most, amikor ennyire sikeres vagy, ott is bizonyítottál, ott is versenyt nyertél, díjra jelöltek, tehát nagyon komoly elismeréseket kaptál ennek a zenének a hazájában. Na most mi tart vissza attól, hogy elszállj? Mert közben végig talpaltam tizenakárhány évet, és tudom, hogy a nagy egónak semmi értelme. Az ego arra jó, hogy az embernek legyen bátorsága és ereje felmenni a színpadra, és nem tudom hány ezer ember előtt játszani, és elmesélni a történetet. Akkor is, hogyha lehet, hogy nem tudja, hogy érdekel valakit, de akkor attól még ő jártatja a száját. Tehát az ego erre jó, semmi másra. Ahhoz is volt egód és bátorságot, hogy elindulj egy olyan versenyen, amin hát azért addig csak olyanok győzhettek, akik testközelből beleszületetten ismerték ezt a blues kultúrát. Ott el kellett titkolnod, utólag azt mondod, hogy el kellett titkolnod, jó stratégia volt, hogy eltitkoltod azt, hogy magyar származású vagy. Miért volt erre szükség? Ugye 2013-ban volt ez, 2004-ben mentem ki, 2005-ben már Memphisben voltam, és Memphisben vettem észre azt a reakciót a közönségtől, hogy mikor az első számban mutattak be, hogy Lil G Vivo, All the Way from Budapest, tüdörődő, akkor volt egy bizonyos reakciószint, és ha a koncert végén mutattak be, akkor megint volt egy reakciószint. Na most a kettő között volt egy ég és föld különbség. Egyszerűen sokkal nagyobb hatást értem el, valamilyen, nem tudom, a pszichológusok biztos ezt nagyon szépen el tudják magyarázni, hogyha nem mutatott be senki az elején, csak a végén, és mindenki azt hitte, azt gondolta, hogy én amerikai vagyok. Ez annyira igaz volt, hogy ezt be is vetettük, a weboldalamon mindenhol eltüntettük, hogy én nekem mi az igaz sztorim, hogy a zene és amit csinálok, az beszéljen, és ne az, hogy most ki honnan jött. Ez egy baromság már, elnézést. És igazam lett, mert az Atlantai Blues Egyesületet képviseltem Memphisben, addig már, azelőtt már megjelent egy lemezem, körbe ment a világon, stb., de nem igazán tudta senki, hogy én honnan való vagyok, és direkt, nagyon rövid konferálásokat végeztem a számok között. Az a lényeg, hogy a hatás megvolt, senki nem foglalkozott vele. De érdekes mód, hogy teljesen őszinte legyek, ugye a díja járnak bizonyos fesztivál szereplések, turnék, stb. Én annak a felét nem kaptam meg. Tehát ugye később kiderült, hogy honnan való vagyok, és az előttem lévő, vagy az utána következő évben a nyertesek kategóriában, ők keresztül kasúr turnézták az országot, engem a fele vissza se hívott. Szóval ezt azért megtanítja az embert, hogy oké, hol a helye, így működik a rendszer, tudomásul kell venni, és akkor az szerint megy. Vannak szabályok, ilyen a világ, kész. Attól függetlenül nem fogom feladni, tehát csak csinálom a magam dolgát. Nem fogom feladni, csak csinálom. Ez két olyan jelszó, ami egyébként Amerikára és az amerikaiakra állítólag nagyon jellemző. Azért mondom állítólag, mert most azt azért el lehet mondani, hogy innen nézve te vagy az, aki megélte az amerikai álmot, és valamennyire be is tudta teljesíteni. Te mit gondolsz erről az amerikai álomról? Létezik? Én szerintem ez a 70-es, 80-as, vagy a korábbi években létezett. Nyilván azért mentek oda Európából sokan, hogy itt nagyon nagy problémák voltak akkor. Tehát ugye új életet akartak kezdeni, és
ez az amerikai álom azért létezhetett, mert ugye földekhez jutottak az emberek, lehetőséghez jutottak az emberek, és baromi sok minden nem volt szabályozva. Tehát ez itt a kulcs. Tehát nagyon-nagyon sokáig nem volt olyan annyi törvény, olyan szabályzat, tehát érvényesülni lehetett, egy üzletet lehetett nyitni fillérekből, stb. Ez már ugye nincsen. Tehát én azt mondanám, hogy az emigrálás más országba, hogyha a más országba költözik valaki, általában egy emigránsnak a célja mindig ugyanaz, meg akarja csinálni, így van, és legyen az tök mindegy zene, vagy legyen az egy felszolgáló, vagy bármilyen, mindent belead, és sok esetben 50-szer keményebben dolgozik, mint egy helyi lakos, így van, azért, mert meg akarja csinálni. Meg akartad, és sikerült. Azért voltak nehézségek is, nagyon sok nehézség ért ezen az úton, és voltak olyan nehézségek is, amik előre aztán tényleg nem láthatóak. Ilyen volt, amikor elvesztetted egy zenésztársadat úgy, hogy a színpadon halt meg koncert közben, és te láttad utoljára. És sok olyan pillanat volt még, amikor azt mondtad, mert ez egy olyan pillanat volt, hogy nem akarsz már zenélni, abba akarod hagyni. Aztán mégsem. Ilyenkor mit érített vissza az útra? Mi kapott el, hogy mégis tovább folytassam? Először is az első ilyen élményem utána az volt, hogy ez a dobosunk volt, ugye, de az énekesnő a dobosnak volt a párja, Louisiana Mojo Queen, és a srácnak nem volt biztosítása, tehát nekünk össze kellett zenélni a temetésre a pénzt. És képzeld el, hogy visszamentünk a helyszínre, ahol ez az egész történt, fölálltunk a színpadra, és a Mojo Queen eljátszatta velem azt a dalt, ami alatt a Big Red összeesett. Hát, sok terápia? Azt senkinek nem kívánom. Tehát, és valahogy a Mojo Queennek ez a, hát az ő párja volt, nem az én párom, az ő párja. Tehát ez az erő, ez a hit, ez úgy bennem maradt akkor is, hogy annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor nekem kell szünet, hogy egyáltalán kijött rajtam ilyen pánikbetegség. Tehát akkor haza is jöttem egy kis időre. Viszont a mai napig bennem van az erő, az a hit, ami egyébként nagyon jellemzi az afroamerikaiakat. Úgyhogy nagyjából ennyit. Magyarán, hogy már annyit dolgoztam érte, hogy nem adhatom föl, ez ilyen az élet, ez csak egy buktató, lesz még 100. Csinálni kell, kész. Átmenetileg ez a végszavunk, innen folytatjuk, mert megint következik egy pályatárs. A most következő szájharmonika művészt ugyan manapság elsősorban népzenei indítatású formációkból ismerjük, de pályája kezdetén megfordult számos blues zenekarban is, és vendégünket is évtizedek óta jól ismeri, a Máté Péter díjas Ferenci Györggyel folytatjuk. A Gabesz az nagyon-nagyon sokat járt bulira, úgyhogy már ő is muzsikált, én őt már mint fiatal muzsikust ismertem meg, és már akkor is nagyon tehetséges volt. És őrült nagy rock'n'roll volt, de hát akkoriban mindannyian. Tehát ez olyan, úgy éltünk, mint a veszett kutyák. És ezért nem lehetett tudni, hogy kinek, merre fogja a jóisten kigurítani a sorsát, és ezért aztán utána egy ideig el is tűnt, és a legközelebbi hír, amit hallottam róla, hogy Angliában van, és utána pedig az, hogy Amerikában. Én nagyon tisztelem őt, nagyon. Azon kívül, hogy egy kiváló muzsikusnak tartom, szakmailag úgy tudnám megindokolni, hogy a saját zenéjét játsza, nem ilyen blues cover lett, tehát nem feldolgozásokat játszik, hanem írja a saját zenéjét angolul hihetetlenül hitelesen, és az árát kifizette minden egyes hangjának, attól ilyen hiteles. Nagyon kevés magyar előadó tudja az amerikai játékszabályokat egyáltalán megérteni, és ezek között az előadók között van. És nem csak, hogy megérti el ezeket, hanem tökéletesen tudott érvényesülni, hogy megnyerte a Blues Challenge-et magyar blues muzsikusként, ez több dolgot bizonyít, egyrészt az ő hihetetlen akaraterejét, másrészt az, hogy a blues az benne van a magyar kultúrában. Itt a 60-as évek óta Radics Bélával kezdve Tátrai Tibuszék, Póka Egonisten nyugtassa, és sorolhatnám egy órán keresztül a Sirius együttes, hogy micsoda példaképek vannak itt, és ráadásul ez a Chicago Blues, ez az amerikai fekete blues, amit ő mint népzenész is muzsikál, ez meg ráadásul a 90-es évek elején a Palermo Boogie Ganggel dobott egy hatalmas világszínvonalat. És ennek a bandának a gitárosa a Fekete Jenő, a Jánci volt az első ilyen alkalmazott példaképe a Gabesznak,
És hát a Jenő is, ismerjük őt az éjszakából is, meg hogy muzsikát tudjuk pontosan, nem véletlenül szeretjük ennyire. Itt embertelen jó muzsikusok vannak, itt pont emiatt nehéz, nem az amerikai ság miatt, hanem amiatt, hogy itt azért az ő fiatalkorában, meg a mi fiatalkorunkban itt egy nagyon-nagyon magas színvonalon játszottunk mi blues-t. Gabez, gratulálok, mert ez az út, amit végigjártál, és pontosan úgy, hogy a saját muzsikádat játszod, írod a dalaidat, és kőkeményen ezt az egészet végig tudtad csinálni, ez generációnkból senki nem tudta megcsinálni, te viszont megtudtad. Úgyhogy szívből gratulálok, és tisztelek, becsülek. Gyönyörű elismerő szavak, és ugye beszéltünk is a saját dalírás jelentőségéről. Az iménti interjú részlet alatt ezt nem láthatták a nézők, de elismerőleg csettintettél, amikor azt hangzott el, hogy a blues benne van a magyar kultúrában. Ezt fontos gondolatnak érezted? Mindenképpen, mert ezt állandóan, ezt a párhuzamot, ezt én mindig hangsúlyozom. Nyilvánvalóan, aki esetleg nem jártas, az először nem érti, hogy mire gondolunk, azért próbálom én is mindig megmagyarázni, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy azokon a dolgokon, azokon a nehézségeken, amiken túlmentek a magyarok, oké, hogy nem ugyanaz, de a párhuzamot lehet vonni az afroamerikai kultúra és a magyar között. Nyilvánvalóan ezt az ember úgy magunk között teszi meg, mert és most nem megyek bele a világpolitikába, de ők ugye, nekik fogalmuk sincsen, hogy az Európa ezen részén mi történt az elmúlt pár száz évben, mert ugye nem azt a történelemkönyvet olvasták, amiben, és olvassák ma is, amiben ugye részletesen el van mondva, hogy ne adj Isten, Közép- és Közép-Kelet-Európa hova tartozik, és miért mondom ezt. Viszont amikor erről beszélek, és örülök, hogy a Gyuri is így gondolkodik, egyébként hallatszik, meg látszik az ő játékán is, mert az eszenciának itt a lényege. Tehát onnan kell a kultúrából kell megközelíteni, ugyanúgy, ahogy a magyar népzenét is onnan közelítjük meg. Mekkora szerepet játszott az identitásod, meg mindaz, amit az imént elmondtál abban, hogy hazajöttél Magyarországra 2019-ben. Nyilván azt lehet tudni, hogy a családi állapotod is akkor már korábban megváltozott, és úgy döntöttél, hogy akkor ennek kapcsán is hazaköltözöl, de azért talán ez a tényező is fontos volt. Először is ugye családi okokból jöttem haza, ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, illetve én 2017-ben pont azért, mert ahogy így alakultak a dolgaim, ugye elváltam, stb., így próbáltam átértékelni, ugye sorrendet tenni így az életben, hogy mi a minek, fontos és mi nem. Persze, minek hol van a helye, és tulajdonképpen, hogy visszatekinteni, hogy oké, én annyit mentem már, hogy így üzletileg próbáltam arra az útra terelni a blues, hogy a saját muzsikámat a klubokból valahogy átvigyem a koncerttermekbe. Nem én vagyok az egyetlen, aki nagyjából ilyen 20-25-30 év klubozás után azt mondja, hogy na jó van, oké, én már leraktam annyit az asztalra, hogy csinálok olyan magas színvonalat, hogy most tessék értékelni, és akkor egy teljes üzleti váltást csinál, reménykedve abban, hogy nehogy Isten, hogyha sikerül, akkor nem 20 koncertet kell játszani egy hónapban, mert tönkre mennek az ízületek, már nem működik a torok, meg stb., hanem kevesebbet, de színvonalasabb koncerteket tud adni, és ez megint egy baromi nagy áldozattal járt, de így eltökéltem, hogy oké, hazajövök, édesapám beteg lett, stb., egyedül van, oké, segíteni kell, de akkor, hogyha már jövök, akkor lehet, hogy ez egy ilyen jel, hogy nekem erre van a tovább. Hogy Európából megpróbálni azt, amit még nagyjából nem nagyon csinált senki, vagy legalábbis nem sikerült senkinek, hogy Budapestről, Magyarországról menjen körbe az ember ugyanúgy a világon, mint ahogy tettem én azt ugye Atlantából. Hát közben jött 2 év Covid, ami aztán nagyon-nagyon keresztbe vágta a dolgokat.
azóta most van itt egy új lemez, úgyhogy az új lemez promóciója nagyon jól megy, rajta vagyunk a nemzetközi slágerlistákon, úgyhogy oké, hogy már 4 éve eltelt, de mégiscsak a Covid miatt most van itt egy olyan kiadvány, amit nemzetközileg lehetett reklámozni, úgyhogy majd ezután derül csak ki, hogy egyáltalán az a terv, amit én 4 évvel ezelőtt elkezdtem, vagy 5 évvel ezelőtt elkezdtem, igen, tehát az a terv, amit elkezdtem így véghez vinni, az majd sikerül-e vagy sem. Mennyire vagy módszeres és tudatos, mert ez a terv szó, igen, meg a 4 éves terv, azért ez arra utal, miközben egy elég intuitív személyiségnek is tűnsz egyszerre. Az üzleti részét, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, de mégiscsak ez az én vállalkozásom. Én mindig nagyon előre tekintő voltam. Mindig 2-3-4-5 lépéssel előrébb jártam, mint a szakma nagy része üzletileg. Tehát tudtam, láttam, hogy, mert mindig figyelem, ugye ez az olyan, mint valakinek, mit tudom én, nyit egy éttermet, figyelnie kell a kínálat, kereslet, most mire van igény, mi tetszik, mi ízlik. Ugyanez, tehát mielőtt még bármi történne, én legyek az első, vagy legyek az elsők között, aki megteszi azt a lépést, hogy jó, mindenki ezt csinálja, arra megy, jó, én tudja, hogy az ellenkező irányba megyek. És ez, mivel mögöttem soha nem volt egyetlen egy mecénás sem, vagy nem volt ilyen hatalmas menedzsmentem, hanem én csináltam mindig egyedül mindent, ezért van erre szükség, hogy mindig előrébb legyek, előbb kitaláljak dolgokat, mint bárki más. Az itthon és otthon viszonya Magyarország és Amerika viszonylatában most hogy alakul benned? Hát én itthon vagyok itthon, de hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem hiányzik az a millió, meg hát a kisfiam ott van, ugye az egyik fiam Londonban él, a másik Atlantában, tehát eléggé nemzetközi vagyok már így is. Hiányzik, de inkább az atmoszféra hiányzik, az nagyon inspiráló volt az atmoszféra, meg a verseny. Úgy érzem, hogy nekem személy szerint az baromira jót tett, hogy kapaszkodni kell egy sokkal nagyobb színvonalhoz. Nyilván azért jó, hogy az ember nemzetközi vizeken evez, mert akarva, akaratlanul azért el tud kényelmesedni egy bizonyos közegben. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez az új lemez, az If I May album egyébként tényleg nagyon jól sikerült, ez majd megint elindít egy olyan nemzetközi pályán, egy újabb pályán, mert nagyon sok ajtó bezárult a Covid óta, hogy majd vihetem a magyar zenekart magammal, és turnézhatunk majd. Ugyanakkor az is izgalmas, hogy azt is mondtad, hogy közben meg az a közeg nagyon uniformizáló közeg, és ezt itthon talán kevésbé érzed, ezt a fajta uniformizáltságot, itt a gyökereid között. Igen, de ez nem csak a blúzzal van így, meg kell tanulni, ahogy idősödik az ember, hogy minden így működik. Tehát bennem volt egy olyan, ilyen, nem tudom, gyermeki naivitás, hogy azt gondoltam, hogy hát a tehetség elég, és akkor majd igen. Jó, de hát hány külföldit látunk az Egyesült Államokban, külföldi zenészt látunk az Egyesült Államokban turnézgatni, és egyet sem. Tehát blues zenész is csak én voltam egyébként, aki európaiként a saját muzsikáját ő énekelte. A mai napig van, meg tudom egy kezemen számolni, hogy hány külföldi zenész van a világból, aki az Egyesült Államokban játszik, és aktívan játszik, ők mindannyian amerikai énekest használnak. Tehát ez egy baromi nagy dolog. Ettől függetlenül azért kell tudomásul venni ez az uniformizálást, mert azért én mégiscsak magyar vagyok. Tehát, hogyha valaki magyar népzenét, mit teljesen mindegy, a világ másik tájáról magyar népzenét szeretne megrendelni, nevezzünk így, nyilván magyar zenészt fog keresni. Így van ez a másokkal, és valaki blues-t szeretne, akkor amerikai zenészt fog megrendelni. Ez akkor működött, amikor ugye Atlantában voltam, és már több mint 10 éve voltam az Egyesült Államokban, és akkor már ugye, mint amerikai zenész
hirdettek mindenhol. Ezt a falat kéne áttörnie, hogy hogy működhet ez, hogy oké, le van rakva már az eredmények, az elismerések az asztalra, na mi van, hogyha most akkor itt vagyok, mi változott, ugyanazt csinálom. Hát ahogy elnéztelek most ebben az elmúlt 40 percben, te még talán azt a falat is át tudod törni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, és a YouTube-on is jövő szombaton este 6-tól pedig újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.